Fiatalabb és idősebb vendéglátósok az iskolapadban. Sokan több évtizedes tapasztalattal jöttek erre a képzésre. Köztük van Háber Tamás, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének tiszteletbeli elnöke is. Ez egy mestervizsga tanfolyam, ami én úgy gondolom, hogy nagyon érdekesen hozta a sors, hogy különböző korosztály érintett most ebbe, tulajdonképpen egy törvény előírás, ami miatt ennek most eleget kell tenni. 2015-től csak mestercímmel rendelkező oktatók foglalkozhatnak tanulókkal. A Laterum Hotelben a pincéreknek tartanak mestervizsgatan folyamot, a Rét utcai kereskedelmi és vendéglátó szakiskolában pedig a szakácsukat készítik fel. Kell javítani a szakmai képzettségükön, illetőleg még nagyon fontos lenne, ugye, hogy ez meg a pedagógiai, pszichológiai és egyéb ismereteket is szerezzenek, hogy majd a tanulókat úgy tudják kibocsájtani, hogy utána egy magasabb szintre tudjanak lépni, mint amit a jelenlegi tanulók, ahogy most jönnek, és ez mind a munkahelyen fog történni, és ez kellene nekik mestervizsga papír. Jövő szeptembertől csak olyan képzőhelyek fogadhatnak szakmunkás tanulókat, ahol mestervizsgával rendelkező oktató is van. Jelenleg 80 szakmára dolgozták ki a mestervizsga követelményeket, tananyagot. A kormány támogatja a képzésben résztvevő cégeket, vállalkozásokat. A 300 ezer forintos tandíj 80%-át fizetik. Baranyában 60 millió forintból 145 hallgatót kell felkészíteni a mestervizsgára. A héten a vendéglátóipari szakmákban dolgozók kezdték meg a tanfolyamokat.